anyahajó egy 5x5-ös táblán játszható kétfős absztrakt játék, amelyben mind a két játékosnak van két kis hajója és egy anyahajója. A játéktér közepe a fekete lyuk, mind a két játékos ide próbálja eljutatni a két kis hajóját. Akinek ez először sikerül, nyert. A kis hajók vízszintesen vagy függőlegesen mozoghatnak, és mindig ütközésig kell haladniuk, az akadály viszont csak egy másik korong lehet, vagy a sajátunk, vagy az ellenfelünké. A kis hajókat tehát egy másik korong megállítja, viszont a játéktér széle nem számít akadálynak. Amennyiben egy kis hajónak nincs lehetősége más hajókkal ütköznie, nem is léphet. Az anyahajók ugyanúgy lépnek, mint a sakkban a huszár, azaz vagy vízszintesen, vagy függőlegesen kettő lépés után arra merőlegesen még egyet ugrik, vagy vízszintesen, vagy függőlegesen egy lépés után arra merőlegesen kettőt ugrik még. Az anyahajók sohasem léphetnek a játéktér közepére. Amikor egy kis hajó pontosan a játéktér közepén áll meg, le kell venni, és a játék addig tart, amíg valamelyik játékosnak mind a két kis hajója át nem szökik a fekete lyukon.